Tehetséggondozás. Ez az alapvető célkitűzése a Felsőzsolcán szeptemberben induló programnak. Olyan hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt a tanórán kívüli foglalkozásokon, akik szeretnének tovább tanulni a jövőben. Kimondottan az iskolai tanévre épülő programról beszélünk, Csillagfény névre hallgató tanoda program itt Felsőzsolcán, és célja a gyermekek munkaerőpiaci felzárkóztatása, illetve a munkaerőpiacra történő felkészítés. Olyan szakmák és kompetenciákat kell megszerezni a tanodában, amelyek ezt elősegítik, hogy önállóan tudjanak majd a munkaerő munkavilágában érvényesülni. A kompetencia területek azok a területek, amelyeket már az általános iskolában is fejlesztenek, szociális kompetenciák, anyanyelvi kompetencia és az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése helyezzük a hangsúlyt. Térségünkben ilyen tanórán kívüli foglalkozással kapcsolatos program még nem volt. Amihez hasonlít, szintén TÁMOP társadalmi megújulás operatív program keretében támogatott integrációs programok, amelyeket a gyermekvédelmi rendszerben már használtak, illetve már megvalósítottak. Ahhoz tudnám hasonlítani, mivel itt a tanoda program is tartalmaz olyan szabadidős tevékenységeket, amit ott már itt megszerveztek ebben az integrációs programban. Vannak hasonló pályázatok, még ilyen itt a térségben, tanoda jellegű program itt Miskolc kistérségben nem volt. Halmozottan hátrányos helyzetű térségekben jellemző ez a program. Itt ez egy újdonságnak számít. Az Európai Uniós pályázatot az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület nyerte meg. A Csillagfény elnevezésű program keretében tárgyi felzárkóztatást, képességfejlesztést, tehetséggondozást fognak nyújtani a hátrányos helyzetben élő felsőzsolcai gyermekeknek. Ez egy 2 éves program, amelynek az első része az első évben 15 fővel indulnánk. Jelenleg 19 fővel rendelkezünk. Most a jövő héten 3-án lesz a szülői értekezlet, ahol a szülők felé is meghirdetjük, illetve hát megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy mennyire fontos ez a gyerekeknek a továbbfejlődésében, illetve a továbbtanulásában. Igen, tartalmi felzárkóztatás, a készségfejlesztés, a tehetséggondozás, a tehetség felismerése, illetve továbbfejlesztése, valamint a tehetséggondozás a leglényegesebb kérdés az, amivel előre szeretnénk lépni, hogy tovább tudjanak tanulni. Hogyan támogatják a felsőzsolcai civil szervezetek ezt a pályázatot? Igen, hát tulajdonképpen tavaly beadtunk egy pályázatot, ez a KFTS, ez tulajdonképpen egy EU-s pályázat, és elnyertük. Most már benne vagyunk a javába, a szerződéseket megkötöttük, és mai nap leültünk az érintettekkel. Nagyon jó segítséget kaptunk, akiket meghívtunk ide. A szakmai vezető elmondta, hogy mi a kívánalmak, és a Puc József igazgató úr megadta azokat a neveket, tanulóknak a neveit, akikbe ebbe számolhatunk, illetve segíthetjük a továbbtanulásukat. Pályázatok általában mindenkit felölelnek. Nagyon szerencsés dolog Felsőzsolca vonatkozásában, hogy olyan aktív a civil segítség, hogy ezt a pályázatot is részben vállalják, a létrehozását, a teljesítését, és nyilvánvalóan a fenntartását is. Ennél fogva büszke vagyok a civil szervezeteinkre. A tanévre épülő programban a szülők támogatása is fontos. Maga a tanoda programnak egy elvárása, hogy szorosan együtt kell működni a családdal, az érintett településnek az oktatási intézményeivel, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, és minden olyan civil szervezettel, a szervezetekkel, akik szívügyüknek tekintik ezt a
az ügyet. Amit tudni kell, hogy tanórán kívüli extrakurrikuláris tevékenységet jelent, ami a kötelező tanórán kívüli formában valósul meg. Nem illeszkedhet az iskolai keretekhez, hanem kimondottan tanórán kívüli szabadidős, kötött szabadidős tevékenységnek számít, ahol fejlesztést végzünk. Az uniós projekt 100%-os támogatottságú, a megvalósításért az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület felelős a jövőben. Minden pályázat fontos, amivel Felső Zsolcára bármilyen értéket tudunk hozni. Hál' Istennek ez a pályázat most lényegében az egész településről szól. Remélem, hogy a többi is, amit megnyerünk, az is az egész település javát, a lakosság javát fogja szolgálni. Most különös tekintettel nem csak a kisebbségnek és a szegényebb sorban lévő embereken tudunk segíteni, hanem a város egész lakosságán. Ezek a pályázatok 100%-os pályázatok, ami azt jelenti, hogy nem kell önrészt hozzátenni. Jelen pillanatban az önkormányzat anyagi helyzete nem engedné meg, hogy akár 30%-ot hozzáteszünk, de szerencsére a kormány is úgy írja ki ezeket a pályázatokat, hogy lehetőleg segítsen a településeken.